A gödöllői szurkolók még Berettyóújfalun sem felejtették el, hogy 33 éves lett Madarász János, aki nagyban hozzájárult a bajnok első győzelméhez. A szövetségi kapitány vajon most mire számít? Természetesen most is a gödöllői csapat az esélyese a találkozónak. Nem csak azért, mert jó pár válogatott játékos játszik benne, hanem nagyon jó, gyors futballt játszanak. Úgy néz ki, hogy kilábaltak a hullámvölgyből. A Mezei Vil csapata csak egy egységes csapatmunkával tud valami fajta ellenállást esetleg kifejteni. Tehát több a jó játékos egyéniség a gödöllőbe, ami eldöntheti a mérkőzést. Erőn felül kell teljesíteni a Mezei Vilnek ahhoz, hogy ezt a találkozót győzelemre vigye. Annak ellenére, hogy az alapszakaszban kiderült, hogy azért ez egy igazi oroszlán barlang, és itt inkább a Berettyó szokott azért esélyesebb lenni. Igen, azt hiszem, hogy most már kezdenek a játékosok ráérezni erre a futszalra, de azért még mindig a jobb futballt a gödöllő játsza. A közönség az meglehetősen szalon közönség, ha vezet a csapat, akkor kezd csak szurkolásba. Illendő lenne egy madarász helyzettel kezdeni az összefoglalót, de a fehérmezes gödöllőiektől először Baranyai lop labdát, viszont aztán elkapkodja a végét. Sivák is rászánja magát egy lövésre, és bizony Pallainak figyelnie kell, hogy ne szerezzen vezetést a gödöllői együttes. Aztán Tamás és Kolompár hozza össze az első Mezei Vil akciót az 5. percben, majd nem sokkal később Zsír rúgja ki szinte a csarnokból a labdát. A túloldalon Nagy Tibor lövi alasztit Tóth Gyulába, majd az egyre inkább felébredő hazai csapatból Trencsényi teszi nagyjá Tóth Gyulát. Az első gólra a 15. percig kell várni, amikor is Kolompár ereszt meg egy löketet, és Tóth Gyula elég szerencsétlen mozdulattal ér bele a lövésbe, és ezzel vezet a Berettyóújfalu együttese. Még az is lehet, hogy fölé ment volna, vagy a lécet találta volna el, de Tóth Gyula úgy érezte, hogy közbe kell avatkoznia, hát utólag mondhatjuk, valószínűleg rossz döntés volt. Még mindig nem láttuk Madarászt, ő is sajnálja ezt, ezért aztán megpróbálkozik egy lövéssel Pallai viszont a helyén. Aztán elsül Baranyai lába is, de megint csak Pallai fog ki a gödöllőjeken. Nagy Tamás és Nagy István is próbálkozhat a túloldalon, de nincsen második berettyóújfalusi gól. Tóth Szabolcs Madarász birkózik védőjével, második szándékból aztán ellövi, de Pallai elképesztő formában egyelőre. Nagy Tamás szép mozdulatát láthatjuk, de nem tud kellően rádőlni a labdára. A túloldalon meg az a baj, hogy Sivák átadása után lemarad Baranyai a labdáról, vagy inkább a labda Baranyairól, kinek hogy tetszik. Az első félidő utolsó momentuma Kolompár bolondítja meg a gödöllőieket, és aztán Trencsényi lövését végül Zsil vágja ki, és a lassításból látszik jól, hogy utána pedig a kapufáról pattan ki a labda Takó háta mögött. 20 percnyi játék után 1-0-ra vezet a Berettyóújfalu, ez pedig már a második játékrész. Első gól összefoglalóba való jelenete, Madarász bombája száll fölé. Aztán Baranyai a labda megszelidítését követően már erőtlen marad a lövésre. Tamás László egyedül próbálkozik, Tóth Gyula véd. Kolompár ismét nagy helyzetben, és milliméterekkel megy mellé. Jól látszik, hogy ez végül is Tóth Gyulától bemehetett volna. A 25. percben járunk, Angyalos András kevéssel téveszti el a kaput, majd Angyalos hozza helyzetbe Nagy Tamást, aki viszont végül valahogy kikeveredik ebből a helyzetből. Takó játszotta a felmentő sereg szerepét. Aztán Madarász, Pallai. Megszokhattuk már ezt a kettőst, és még láthatunk is belőlük eleget. Aztán Madarász kiszolgáló személyzet, gyönyörű sarkazás. Sivák nem tud egyenlíteni. Madarász mellé fölé, majd Madarász még egyszer most ki a világból.
aztán Baranyai előtt egy gólszerzési lehetőség, kinyílik a védelem, de ebből sem lesz Gödöllői gól. Aztán viszont a 33. percben, hosszú-hosszú gólcsend után Kolompár megszerzi a második Mezei Will találatot. 2-0 tehát, Trencsényi volt az, aki gólhelyzetbe hozta, kihagyhatatlan gólhelyzetbe Kolompárt, akinek csak be kellett passzolnia az üres kapuba a labdát. Takó Csaba tőle is egy helyzet, de ez alaposan mellé megy. Majd Baranyai, nincs erő ebben a lövésben sem. Pallai a gólvonalról szedi össze. A kontra végén pedig Tamás László Tóth Szabolcs vészkapussal ütközik össze. 5-4 ellennel próbálkozik tehát a Gödöllő menteni, ami menthető. 6 perccel a vége előtt ennek böjtje is lesz. Tamás László helyez az üres kapuba, miután megkerülte Baranyait. És még ebben a percben másodszor is elveszíti a labdát a Gödöllő a Berettyóújfalu hatosán belül, és Angyalos a saját büntető területéről emel az ellenfél kapujába. A 35. perc végén tehát már 4-0 a Berettyóújfalunak. Eldőlt tehát a meccs. Visszajöhet-e még innen is a Gödöllő? Próbálkoznak még vészkapussal, de Madarász lövése nem ér célba, majd Nagy István emel fölé. Aztán Berkes László, szép csel, de ez is mellé megy. A 38. percben pedig kialakul a végeredmény, megint csak az üres kapuba kell az egyik Mezei Will játékosnak helyeznie, ezúttal Nagy Tibor a gólszerző. Nem volt ám ez ennyire sima mérkőzés, de 2-0 után teljesen szétesett a Gödöllői együttes, és a vészkapus megoldás már nem nagyon jött be. Így a két győzelemig tartó párharc most már 1-1-re áll. Folytatás csütörtökön Gödöllőn. Egy csapattal voltunk jobbak, mint a múlt héten. A múlt héten sajnos szétesett alakulatot jellemezte a csapatot, tehát úgy néztünk ki, mint aki szétesett. Mai mérkőzésen pedig a védekezésünk, úgy érzem, hogy szenzációsan védekeztünk, és az első fél időben nem is nagyon volt helyzete a Gödöllőnek, ellenben a múltkori mérkőzésen rengeteg. Tűz kérdése ez? Itthon egy kicsit valahogy még jobban fölhergelitek magatokat, mint idegenben? Én úgy érzem, hogy a múlt héten nagyon sokan elhitték azt, hogy mi nyerni tudunk Gödöllőn, és ez így is van. De csak akkor, hogyha a csapat az csapat marad, nem pedig egyéni játékosok. Csütörtökön vajon mennyire lehet már a fejekbe azért bebeszélni, hogy Gödöllőn tényleg lehet nyerni, csak nem úgy, ahogy kell, ahogy egy hete próbáltátok? Én úgy érzem, ha így játszunk, mint most Gödöllőn, akkor lesz esélyünk nyerni. Amennyiben nem sikerül ezt a játékot hozni, akkor nagyon nehéz dolgunk lesz. De én úgy érzem, hogy mindenki döntőt akar játszani, aki ebben a játékban, vagy akármilyen sportban játszik. És ezért szerintem mi is mindent meg fogunk tenni, és ott lehetünk a döntőben. Sajnos úgy érzem, hogy az első gól után egy kicsit megrodjant a csapat. Próbáltak felállni, nem sikerült, nem ment a játék, majd csütörtökön megpróbáljuk kijavítani. Ismerjük az ő taktikájukat, próbálnak kontrázni, fegyelmezetten játszanak, ami most nagyjából ki is jött nekik. Mi pedig a helyzeteinket úgy, ahogy mondom, kihagytuk. Tehát amiket mi megbeszélünk, meg gyakorolunk, azokat egy picit, tehát most nem akarok itt taktikai dolgokról beszélni, de azokat nem tartottuk be. Ki lehet bármi újat találni? Szólhat ez a párharc arról is, hogy esetleg meglepi a másik csapatot valamivel az ellenfél, vagy annyira tudható, hogy mit játszik a két csapat, hogy nagyjából aznap hogy sül el ennek vagy annak a játékosnak a lába ezen múlik? Hát jó mondod, az sokat számít, hogy ki milyen nap, hogy kell föl, milyen a napja, mert ugye este vannak a mérkőzések, de nem ez a lényeg, most úgy érzem, hogy csapatként kell újra fölmennünk a pályára, és kell bizonyítanunk a gödöllői közönségnek, hogy a döntőben van a helyünk. A Madarász hívek a vereség ellenére is megajándékozzák kedvencüket. Édik vagytok, egyen meg a szíveteket. Szebbet, mind a mai nap. Köszönöm szépen. Boldog születésnapot van. Köszönöm. Boldog születésnapot. Köszönöm. Köszönöm. Boldog születésnapot. Én azt mondtam a többieknek, hogy visszafele ünnepünk, nem ezt elhalasztottam 3 nappal későbbre. De mi van ebben? Úgy legyen. Eldobja. Reggeli. Végre. Szuper. Köszönöm.